Tehát egy pár szóban röviden ugye el is hangzott, hogy egy 20 éve működő elsősorban segélytelefon vonalra épülő szervezet vagyunk. Állami kezdeményezéssel indultunk kísérleti programként, ami később civil szervezetként működött tovább. Egy 24 órában elérhető, teljesen ingyenes, az ország bármely pontjáról hívható vonal voltunk, illetve egyéb profilbővítésen is átesett az Egyesület. Jelenleg már nem tudunk 24 órában működni, és az egyéb profiljainkat is javarészt meg kellett szüntetni. A finanszírozásról, hogy az Egyesületünk erősen pályázatfüggő, 1%-okból nincsenek igazán bevételek, és ezen kívül elterelésből van valamennyi bevétel az Egyesületnek. Úgyhogy nézzük ezt kicsit számokban. Az elmúlt 3 éven keresztül 2 alacsony küszöböt pályázott meg az Egyesület, ezeket el is nyerte. Legutóbb viszont a 2-ből csak egyet, a kisebbet tudott elnyerni, aminek már az eredményei meg is mutatkoztak, hogy egy 2010-ben 17 főt számláló, 2011-ben 20 főt számláló egyesület idén elérte azt, hogy 3 fővel működik, illetve 3 önkéntesünk van. Így nem tudjuk tartani se a 24 órás telefon, se az egyéb működési módjainkat. Ugye itt elveszett a befektetett idő és energia is, illetve munkahelyek is megszűntek. Finanszírozási problémák pluszban még azok is, hogy nem minden pályázat volt kiírva, amire számított az Egyesületünk, illetve még a megnyert pályázatnak a kifizetése sem történt meg. Emiatt az Egyesület elég nagy gondokkal küzdik. A klienselérésünk 2010-ről 2011-re egy több mint 100%-os növekedést mutatott, ami viszont 2012-re értelemszerűen nagyon nagy romlást fog mutatni. Ugye az alacsony küszöbünk is 8 órában volt nyitva heti 5 napban, jelenleg csak előzetes bejelentkezés alapján tudunk fogadni klienseket az alacsony küszöbbe. A beérkező és fogadott híváson is lehet látni, hogy tavaly augusztusban kezdődtek a finanszírozási problémák. Itt még napi 2800 hívásunk volt, amiből 1000-re tudtunk is válaszolni. Augusztustól megjelent a 8 órás telefonszolgálatunk, ami már főleg november-december eredményezte, hogy a napi hívások lecsökkentek 1300 környékére, amiből már 200-at sem tudtunk fogadni. Idén pedig már csak önkéntes alapon működik, és a napi nem egészen 1000 hívásból kicsivel több mint 100 hívást tudunk fogadni. Itt lehet látni, hogy egy fél év alatt majdnem a tizedére lecsökkent az elérhetőségünk, vagyis amire tudtunk reagálni. Ugye ezek következő, hogy az anyagi ellehetetlenülés az szakmai bizonytalanságot is okoz, a krízis, válság menedzselésről sok mindent nem tudok sajnos mondani. Megszűnt az eset megbeszélünk is, illetve a szupervíziónk is, amit elég nehezen élnek meg a maradék 3 alkalmazott, illetve a legnagyobb vesztesek talán az egész történetben a kliensek, akiket mi is elveszítünk, illetve ők is elveszítik az eddigi lehetőségeiket, és ugye, hogy minden beletett szakmai tartalom és idő is hiába valónak tűnik. És ugye a fő kérdés, hogy van-e igény a drogstopra is, illetve a hasonló egyesületekre is, és hogyha van igény, akkor ezt miképp lehet kielégíteni, illetve menedzselni. Röviden 5 percben ennyit akkor.